50 ezer fölé emelkedett az igazolt koronavírusos esetek száma az Egyesült Államokban, a járvány kitörése óta pedig már több mint 630-an vesztették életüket. Az Egészségügyi Világszervezet legújabb jelentése szerint Európa után az USA lehet a járvány következő epicentruma az elnök mégis bizakodó és húsvétra megnyitná az ország határait. Amerikának újra működnie kell. Az influenza miatt sok embert el lehet veszíteni, de egy gazdasági válság okozta depresszió, még több ember halálát okozná, mondta Donald Trump. A Fehérház gazdasági tanácsadója szerint is most a kereskedelem és a fogyasztás élénkítése a legfontosabb. A jó közegészségügyhöz erős gazdaságra van szükség, egyik sem fontosabb a másiknál, mindkettőnek együtt kell működnie, erősítette meg az elnök szavait Larry Kudlow. New York állam kormányzója kevésbé derülátó. Andrew Cuomo elmondta, arra számít, hogy két héten belül már mintegy 40 ezer beteget kezelnek majd intenzív osztályon, pedig egyelőre csak 3 ezer hely van az államban. Ahol mi állunk, ott fog az egész ország tartani két-három, vagy akár hat hét múlva. Mi megmutatjuk a jövőt, üzente a kormányzó. New York államban három naponta megduplázódik a diagnosztizált fertőzöttek száma. A szövetségi kormány mégsem küld elegendő segítséget.